today, I want us to learn a little bit. Ebből a szíge szakaszból szeretném, hogyha ma megtanulnánk pár dolgot. First, let's remember who said these words. Emlékezzünk meg arról, hogy ki mondta ezeket a dolgokat. It is Jesus who is speaking to us. Jézus az, aki szól hozzánk. Jesus is teaching us that he is the vine. Azt mondja Jézus, hogy ő a szőlősgazda. And God the Father is the gardener. Isten az Atya pedig, aki ezt megműveli. We are just the branches. Mi csak a szőlővesző vagyunk. And Jesus teaches us what happens to the branches that do not produce fruit. És Jézus megtanítja, hogy mi történik azzal a szőlővel, ami nem terem gyümölcsöt. Jesus is speaking to people who are lost and people who are saved. Azokhoz is beszél Jézus egyaránt, akik megmenekültek, és azokhoz is, akik el vannak veszve. The ones who do not produce fruit are the ones who are lost. Azok, akik nem teremnek jó gyümölcsöt, azok az elveszettek. In the book of Isaiah, we learn about what happens to those who are lost. Ézsaiás könyvéből tudjuk, hogy mi történik azokkal, akik elvesznek. Isaiah chapter 5, verses 5 and 6. Ézsaiás 5. fejezet, 5. 6. vers. Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összekiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölvei a törés és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. In this passage we learn what happened to the Old Testament Hebrew people. Ebből láthatjuk, hogy mi történt az ószövetségi zsidókkal. They were not being obedient and holy like God instructed them to be. Nem voltak olyan szentek és engedelmesek, amilyennek Isten akarta, hogy legyenek. They did not produce fruit in their life. Nem terettek gyümölcsöt az életükben. And we see in Isaiah what happened to them. És itt Ézsaiásban láthatjuk, hogy mi történt ezekkel az emberekkel. They were punished severely. Nagyon-nagyon megbüntette őket Isten. And look what happened. És nézzétek, hogy mi történt. Their unholiness and disobedience have consequences that have lasted even until today. És az ő engedelmességük és engedetlenségük és szentségtelenségüknek olyan következményei voltak, ami még a mai napig hatással van. John chapter 15. János 15. Verse 6. 6. verse. Tells us that God will cut off the branch that does not produce fruit. Azt mondja, hogy Isten le fogja vágni azt a szőlőt, amelyik nem terem gyümölcsöt. It will wither away, it will shrivel up and die. Össze fog száradni, és meg fog halni. And what then is it good for? És miért van ez? It's only good to be burned. És ezzel már csak azt lehet csinálni, hogy elégetik, semmi másra nem jó. This is what happens to the branches that do not produce fruit. Ez történik azokkal az állatokkal, amik nem teremnek gyümölcsöt. Those who do not know Jesus will be cut off. Azok az emberek, akik nem ismerik Jézust, ők is így le lesznek vágva. And the punishment is severe. És nagyon súlyos lesz a büntetés. If we do not know Jesus in a personal way, ha nem ismerjük Jézust személyesen, we will pay for our sin on our own. Akkor saját magunknak kell a bűneink miatt megfizetni. This is not the kind of branch we want to be. Mi nem ilyen állam akarunk lenni. Jesus also speaks about the branches that do produce fruit. Jézus azokról a vesztőkről is beszél, amelyek gyümölcsöt teremnek. These are the brothers and sisters who know Jesus. Ezek azok a testvérek, akik ismerik Jézust. These are the Christians. Ezek a keresztények. We want to be the types of branches that produce fruit. Mi olyan fajta ágak szeretnék lenni, amik gyümölcsöt teremnek. Jesus says that even us as Christians, he prunes us and trims us so that we will produce more fruit. Azt mondja Jézus, hogy még a keresztényeket is néha meg kell egy kicsit merteni, hogy utána gyümölcsöt tudjon teremni. He disciplines us. Tanít bennünket. He puts trials
into our life. És néha a nehézségeket ad az életünkbe, kihívásokat. Peter writes to the New Testament Christians. Péter írta az újszövetségi keresztényeknek. And he says that we are put into a fire and made more strong. És azt mondja, hogy minket tűzbe helyez Isten, és ettől megerősödünk. We have trials in our life. Vannak megpróbáltatások az életünkben. But that is God's way of making us more strong. De ez Istennek a módja arra, hogy még erősebbé tegyen bennünket. He is pruning and trimming our branch. És így megmenti a mi kis ágainkat. So that we produce more fruit. Hogy még több gyümölcsöt tudjunk teremni. When we are disobedient, God will get our attention. És amikor nem vagyunk engedelmesek, akkor Isten megpróbálja a figyelmünket visszahelyezni rá. When we are not faithful, God will get our attention. Amikor nem vagyunk hűségesek, akkor is ez történik. And some of us are hard-headed. Néhányan egy kicsit ilyen keményfejűek vagyunk. And God will still get our attention. És Isten még így is fel tudja magára hívni a figyelmünket. It may not be fun. Lehet, hogy nem lesz munkás. Sometimes it's very difficult. Mert néha nagyon is, hogy nehéz. But God will get our attention. De Isten, akkor is Istenre fogunk a végén figyelni. And God will continue to trim our branch. És Isten továbbra is meg fogja menteni a mi ágainkat. So that we can produce more fruit for the kingdom. Hogy az ön királyságának még több gyümölcsöt tudjuk teremni. He does this for our good. Ezt a mi javunkra csinálja. Verse 2 uses the word trim on the branch. A második igevers használja ezt a szót, hogy megmetteni. Verse 3 uses the word clean and purify. A harmadik vers pedig azt mondja, hogy megtisztítani. In the Greek, this is the same word. Ez a görög, angolban erre kettő szó van, görögben is és magyarban is erre ugyanazt a szót használjuk. It's the same word in the New Testament. Az Új Szövetségben ugyanazt a szó van erre görög. When God trims our branch, amikor Isten megmenti a mi águnkat, He is cleaning our heart. Akkor igazából a mi szívünket megtisztítja. Verse 3 teaches us what cleans our heart. Ezt a hármas versből tanulhatjuk meg, hogy ez a mi szívünket tisztítja. It is the word of God. És ami azt mi szívünket megtisztítja, ez Istennek az igéje. This word is the way God speaks to us. Ezen az igén keresztül beszél hozzánk, szól hozzánk az Isten. God chooses to show himself to us. Úgy döntött Isten, hogy ő megmutatja magát nekünk. He shows himself to us in the beauty of nature. Megmutatja magát számunkra a természetnek a csodáiban. When I see the mountains and see the animals, it is beautiful. Amikor látom a hegyeket, az állatokat, akkor ezt gyönyörűnek tartom. When I see the seashore and the birds of the air, it is beautiful. Amikor látom az égi madarakat vagy a tengerpartot, az gyönyörű. And when I see the beauty of nature, I recognize that there is a beautiful God. És amikor látom a természetnek a gyönyörűséget, akkor emlékeztet ez engem arra, hogy van egy csodálatos Isten. He shows himself to us in other people as well. És ő saját magát más embereken keresztül is meg tudja mutatni. The love that we share here today is helpful for us to understand God better. Az a szeretet, amit ma itt megmutathatunk egymás felé, az is segít nekünk abban, hogy Istennek a szeretetét egy picit jobban megértsük. God shows himself to us in a number of different ways. Isten nagyon-nagyon sokféle módon mutathatja meg magát számunkra. Another way that God shows himself to us is in the Bible. Egy másik módja arra, hogy Isten kinyilatkoztassa magát, az a Bibliában található. We must study it. Muszáj, hogy tanulmányozzuk. We must learn it. Meg kell, hogy ismerjük. We must follow it. Követnünk kell. And through it, God will clean our hearts. És ezen keresztül fogja Isten a mi szívünket megtisztítani. But the most important way that God shows himself to us. De a legfontosabb módja annak, hogy Isten kimutassa a szeretetét felénk, is in the man, Jesus. Az maga Jézus Krisztusban van. The Bible teaches us
In John chapter 1. János evangéliumának az első fejezetében azt mondja a Biblia, that the word became flesh. Hogy az ige testé lett. God showed himself to us in a man. Isten magát egy emberben mutatta meg. And it is Jesus who cleans us. És Jézus az, aki megtisztít bennünket. So we are clean by the word. És az ige által tisztulunk meg. It is Jesus who washes our sin away. Jézus az, aki a mi bűneinket elmossa. It is Jesus who paid for our sin on the cross. Jézus az, aki kifizette a bűneinket járó büntetést a kereszten. So when we are a branch that produces fruit, amikor, it is Jesus who pays for our sin. Amikor mi szőlővesztők vagyunk, ami gyümölcsöt terem, akkor igazából ez is a Jézusnak a munkája. The branches who do not produce fruit pay for their own sin. És ezek az emberek, akik megtermelik a gyümölcsöt, ezeknek Jézus fizeti ki a bűnét, aki viszont nem terem gyümölcsöt, annak meg magának kell a bűneiért járó büntetést kifizetni. But the branches that do produce fruit have their sin taken away. És akiknek gyümölcsöt terem az ága, azoknak a bűneit már elvette Jézus. We must let Jesus make us clean. Muszáj, hogy hagyjuk Jézusnak, hogy megtisztítson bennünket. It is the good news of salvation. Ez a megváltásnak a jó híre. The good news of salvation makes us clean once and for all. A megváltásnak az evangéliuma tesz bennünket tisztává egyszer és mindenkorra. But this good news must cleanse us every day. De ennek az evangéliumnak minden egyes nap meg kell, hogy tisztítson bennünket. We cannot come here as brothers. Nem jöhetünk ide testvérekként. And say a prayer one time. És mondunk egy imád egyszer. And live our life the way we want to. És utána meg úgy éljük az életünket, ahogy akarjuk. God does not honor that. Istennek ez nem tetszik. God honors when we strive to be clean every day. Istennek az tetsző dolog, hogyha minden egyes nap arra törekszünk, hogy tiszták legyünk. We must repent of our sin. Meg kell bánjuk a bűneinket. And we must allow Jesus to make us clean. És engednünk kell Jézusnak, hogy megtisztítson bennünket. And every day we must repent. És minden egyes nap bűn kell vallanunk. Every day we must be clean. Minden nap tisztának kell lennünk. This is the branch that Jesus wants us to be. Ilyen szőlővesztőnek akar bennünket Jézus. Verses 4 and 5. A negyedik és az ötödik vers. Tell us to stay in the word. Mondja azt, hogy maradjunk meg az igében. Verses 4 and 5 tell us to make our home in the word. Azt mondja ez az ige szakasz, hogy a mi otthonunk legyen az igében. To live in the word every day. Az igében éljünk minden egyes nap. We must not live in the word occasionally. Nem csak néha. We must live in the word every day. Nem minden egyes nap az igében kell éljünk. We must make our home in our relationship with Jesus. A mi otthonunknak a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban kell lennie. When we live in the word, amikor az igében élünk, when we live in the Messiah, amikor a Messiásban élünk, we are living in love. Akkor szeretetben élünk. Verses 9 and 10 tell us to live in love. Azt mondja a 9. és a 10. vers, hogy szeretetben éljünk. We must feel the love from God. Éreznünk kell az Istentől jövő szeretetet. If we ever expect to love him. És nekünk is szeretnünk kell őt. We must receive love from God. El kell, hogy fogadjuk az Istentől jövő szeretetet. If we ever want to be able to love one another. Ahhoz, hogy másokat tudjunk szeretni. We must receive the love from God. El kell fogadjuk az Istentől jövő szeretetet. If we ever want to be a branch that produces fruit. Hogyha olyan állunk akarunk lenni, amely gyümölcsöt teremnek. We see in the grapes up here. We see the fruit. Ott is fönt is láthatjuk a szőlőt, a gyümölcsöt. What is the fruit?
Mi az a gyümölcs? Let's look at Galatians chapter 5. Nézzük meg a Galata 5-öt. Tehát Galata 5:22-23. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. This is the fruit that we want in our life. Ezek azok a gyümölcsök, amiket mi az életünkben szeretnék látni. There is more fruit in 2 Peter chapter 1. A 2 Péter első fejezetében még több ilyet talál. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban elhatatosságot, az elhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. This is the fruit that we want in our life. Ezek azok a gyümölcsök, amiket az életünkben szeretnénk. We should be branches that produce fruit. Olyan állatnak kell lennünk, amelyek gyümölcsöt teremnek. Other people should see Jesus in us. Más embereknek meg kell látniuk Jézust bennünk. Other people should see the fruit in our life. Más embereknek látniuk kell a gyümölcsöket a mi életünkben. But what is our goal here? De mi a mi célunk ebben? Is our goal to produce fruit? Ennyi a célunk, hogy gyümölcsöt teremjük? I say no. Szerintem nem. Our goal is to live in Jesus. Az a célunk, hogy Jézus Krisztusban éljünk. And when we do that, He produces the fruit. És amikor ezt megtesszük, akkor ő az, aki ezeket a gyümölcsöket termi. So let's live in Christ. Úgyhogy éljünk Krisztusban. And let Him produce fruit in our life. És hadd teremje ő a gyümölcsöket a mi életünkben. Verse 8 teaches us what fruit does. A 8. vers mondja meg, hogy mi az, amit a gyümölcs tesz. It says that it proves that we are disciples. Azt mondja, hogy ez az bizonyítja, hogy mi tanítványok vagyunk. And when we prove that we are disciples, we are bringing glory to God. És hogyha mi tanítványok vagyunk, akkor dicsőséget szerzünk Istennek. More important than music. Fontosabb, mint a zene. More important than praise. Fontosabb, mint a dicséret. More important than the words that we say. Fontosabb, mint azok a szavak, amiket kimondunk. Bearing fruit is the most important way to bring glory to God. A gyümölcs termés a legfontosabb módja annak, hogy Istennek dicsőséget szerezzünk. Because when we produce fruit, we are living a life of worship. Mert amikor gyümölcsöt termünk, akkor igazából az életünket dicsérjük az Urat. When we produce fruit, we are praising God every day. Amikor gyümölcsöt termünk, akkor minden egyes nap dicsérjük Istent. This is the most important way that we can honor our God. Ez a legfontosabb módja annak, hogy Istent tisztelhetjük. So this is my challenge to you today. Ez a kihívásom ma számotokra. Abide in Christ. Hogy maradjatok meg Krisztusban. Live in the Word. Éljetek az igében. Live in Scripture. Éljetek a Bibliában. Live in Christ. És éljetek Krisztusban. Know Christ in your heart. Ismerjétek Jézust a szívetekkel. It doesn't just mean knowing about Jesus. Ez nem csak annyit jelent, hogy tudtok Jézusról. It means having a relationship with Jesus. Hanem azt jelenti, hogy kapcsolatban vagytok Jézussal. And when we allow Jesus to clean us from the inside out. És amikor hagyjuk Jézusnak, hogy kívül belül megtisztítson minket. He will use us to produce fruit. Akkor arra fog használni bennünket, hogy gyümölcsöt teremjünk. And when we produce fruit, és amikor gyümölcsöt teremünk, other people can see Jesus in us. Akkor más emberek láthatják Jézus bennünk. And when we produce fruit, és amikor gyümölcsöt teremünk, we are leading others
to Christ as well. Akkor másokat is Krisztushoz vezetni. So let's be the missionaries God wants us to be. Legyünk azok a szolgálók, misszionáriusok, akiknek Isten akar bennünket. God wants each and every one of us to point others to Jesus. Minden egyes embertől itt az egész világon azt várja Isten, hogy másokat Krisztushoz vezessen. Make your life in the Word. Legyen a ti életetek az ige. Make your life in Jesus. Legyen a ti életetek Krisztus. Maybe we need to repent of our sin. Lehet, hogy meg kell valljuk a bűneinket. Maybe we need to invite Jesus into our heart. Lehet, hogy be kell hívnunk Jézust a szívünkbe. Maybe you have already invited Jesus into your heart. Lehet, hogy te már behívtad Jézust a szívedbe. And you have strayed. És megbántad a You have grown away from Christ. És lehet, hogy eltávolodtál Istentől, Jézustól. Repent of your sin. Bánd meg a bűneidet újra. And be made new again. És legyél újra újjá. Maybe there's someone here who is more concerned about looking like a Christian. Lehet, hogy van itt olyan ember köztetek, aki nagyon figyel arra, hogy kereszténynek tűnjön. It is more important to be a Christian. De sokkal fontosabb annál, hogy tényleg az legyen. Let Jesus clean your heart. Hagyd Jézus, hogy megtisztítsa a szívedet. Repent of your sin. Vald meg a bűneidet. Live in Christ. És élj Krisztusban. And produce the fruit God has called you to produce. És teremt azokat a gyümölcseket, amiket Isten szeretne, hogy teremt. Let us pray. Imádkozzunk. God, thank you for today. Urunk, köszönjük ezt a mai napot. Thank you for my brothers who are here today. Köszönjük a testvéreket, akik itt vannak. I pray that you would use them to produce fruit. Azért imádkozom, hogy használd őket arra, hogy gyümölcsök teremjenek. I pray that each and every brother here would produce fruit. Azért imádkozom, hogy minden egyes testvér, aki itt van, hogy gyümölcsök teremhessen. So that other people can see Jesus in them every day. Hogy minden egyes nap láthassák mások az ő életükben Krisztust. There are people around us every day who are lost. Minden egyes nap körülöttük élnek olyan emberek, akik el vannak veszve. And they are dying and they are headed to hell. És haldokolnak és egyenesen a pokolba tartanak. And we need to produce fruit. És nekünk kell gyümölcsöt teremni. So that we can point them to Jesus. Hogy őket Krisztushoz vezethessük. God, make us clean. Istenem, tisztíts meg minket. Work in our heart. És dolgozz a mi szívünkben. Clean us from the inside out. Tisztíts meg bennünket kívül belül. Prune and trim our branch. Medd meg a mi ágainkat. So that we can produce more fruit. Hogy még több gyümölcsöt teremhessünk. Thank you for saving us. Köszönjük, hogy megmentesz bennünket. Thank you for loving us. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Thank you for making us clean. Köszönjük, hogy megtisztítasz minket. We ask all these things in Jesus' name. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen.